A Szerencsi Bocska István gimnázium diákjai és dolgozói október 18-án hajtottak fejet az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjainak emléke előtt. Az oktatási intézmény aulájába megtartott ünnepségen Takács Attila, a középiskola tanára felidézte a szenvedélyekkel fűtött békés forradalmi eseményeket, valamint a vérrel teli történelmi korszakot. A pedagógus beszédében kiemelte, hogy az 56-os forradalom évfordulóját együtt ünnepli Magyarországgal az egész világ. Takács Attila szólt arról is, hogy 56 esztendő távlatából a szovjet kommunista világrendszer bukása után tisztán kirajzolódik a magyar forradalom és szabadságharc jelentősége. A szónok szerint a fő oka megemlékezése, hogy olyan Magyarországon ünnepelhetünk, amely független demokratikus jogállam. A beszédet követően a gimnázium diákjai versekkel, dalokkal elevenítették fel a forradalom és szabadságharc eseményeit. S ha látta apánk, nem figyelt, esténként súgva kezdte el. Tedd össze így a két kezed, így teszi minden jó gyermek. Szomorú szemmel végig mért, s nevettünk, Isten tudja miért.